A kertet takarítják ebben a felsővárosi házban. Az udvarban összegyűjtött zöld hulladékot egy utánfutóra teszik, majd a szeméttelepre viszik a szorgos férfiak. Csak így tudunk, mert hova tegyük máshova. Az a legegyszerűbb, hogy az ember kiviszi oda a szeméttelepre, aztán ott legfeljebb kéne szépen. El, ők tudják, hogy mit kell vele csinálni. Ez a munkafolyamat lényegesen lerövidülhet. A depónia Kft. május 20-ától ugyanis a zöld hulladékot is elszállítja a családi házas A lakóknak csupán annyit kell tenniük, hogy az összegyűjtött levelet a kipostázott matricával felragasztott átlátszó zsákba teszik, és a kommunális szeméttel egy időben a ház elé viszik a most megkapott, vagy a következő napokban részükre eljutatott számlalevél mellékleteként kapnak tájékoztatást, illetve ugyanennek a számlalevél mellékleteként megkapják azt a hulladék amit már a korábbi években megszoktak, és már ezzel az ölt hulladékszállítási információval is kiegészítettük. A depónia a hulladék naptárban rögzítettek szerint két hetes váltásban szállítja el a szelektíven gyűjtött szemetet és a zöld hulladékot. A lakosság fél évente kilenc darab zöld hulladék szállításra alkalmas matricát kap ingyenesen a cégtől, ha ez az összesen 18 matrica mégsem elég, a depóniánál beszerezhető további vinyetta.